Sziasztok, én Echte vagyok, és íme a hatodik epizód már a Flight of the Amazon Queenről. Joe-val itt vagyunk a templomban, pont ebben a teremben sikerült a vízesést elállítani, és így feltárult két csalogató átjáró, amelyek valahova visznek, keressük tovább a kristálykoponyát. Viszont még nem megyünk be egyikbe sem, ugyanis szintén szükség lesz valamire, valamit csinálni kell ahhoz, hogy értelme legyen a dolgoknak. Úgyhogy... Lehet, hogy kipróbálok valamit. Lássuk csak. Fénysugarak, ugye ezt láttuk. Aha. I have a bad feeling about these light beams. I'll stay this side of them. I have a bad feeling about these light beams. I'll stay this side of them. Hát jó. Ki akartam majd próbálni, de akkor nem lehet. Rossz érzése van. Hát jó, akkor nem megyünk erre. Jó, akkor menjünk vissza. Ezt a részét még nem ismertem amúgy, azért is akartam kipróbálni. Szóval, ahhoz, hogy itt legyen értelme a dolgoknak, hát szabadítsuk ki ezt a tökfej ilyent a csapdájából. Úgyhogy keressük fel abban a lávás teremben, itt is van. Ugye itt láthatjuk, hogy... Itt van egy kar ezen a szobron, hogyha meg akarjuk húzni. Nothing happened. Semmi sem történt. Állapította meg Captain Obvious. Úgyhogy beszéljünk hozzá. I finally made it. About time. I'd almost given up hope. Just out of curiosity, what's in the pit? I'll tell you what. Get me down from here and we can swap places. Then you can see for yourself. Guess not. Where did you find the skull? It must have been hidden pretty good. You bet it was. Whoever built this temple certainly knew their craft. I had to use my superior intellect to find it. Aha. So, where did you find it? It was hidden in a secret room. Resting on a stone pedestal. I had to solve a complex puzzle to pick it up without setting off any death traps. Látott pár kalandfilme. What sort of puzzle? A complicated one. It involved math. Look, you wouldn't understand, so let's drop it, okay? Na, van egy ötlete. I've got an idea. Excellent! What is it? Pésselen, hogy átsokony sugordát a vermet, hát ez eléggé béna ötlet. Szeretném, ha kikötnéd a ketrecet tartó kötelet. Na, ez már nem rossz. Talán, ha meghintáztatnád a ketrecet, akkor kiszabadul. Ha is ide a kristálykoponyát, és én elmegyek segítségért. Jó, ezt úgyse csinálja meg, úgyhogy maradjunk ennél a kikötősnél. I'd like you to untie the rope tethering the cage. Don't be ridiculous. If I untie the rope, I fall into the pit. Not the rope that the cage is hanging from, the rope at your feet. Te idióta! I knew that. Magas intellektus, mi? There! Great stuff! Now I can set you free. Na, akkor most eresszük le a karral. It worked! You're free!
Excellent! You have done well. But I'm afraid this is where we part company. Oh, Chuck and hey, Mem. I thought we had a deal. Don't argue with me, King. Or I will have to shoot you. Mi meglepő. But I saved your life. And I am returning the favor. If I happen across you again, I may not be so kind. So don't follow me. What a creep. Hát az bizony. De hát úgy sejtettük, hogy ez a terep, vagy ez a helyzet, na. De hát nem is azért, nem is jó fejségből szabadítottuk ki egyébként, hanem abszolút érdekből. És menjünk vissza a vízesés felé. Szerencsére ez a csöpögés abban maradt. A zene még mindig nem indult be újra. És akkor most menjünk be oda. What on earth was that? Hát ez mi volt? Lássuk. Jaj! Na, hát ezért nem akart átmenni ezen a fényes, vagy hát fénysugarakon Joe, ugyanis aki átmegy, az kilapul. Jól lenyomta ez az óriási, én nem is tudom mi, tömb. Ilyen porrá lett teste. Úgyhogy nem tudtunk meghalni, hiába akartunk ebben a játékban. Ez most nem jött össze. Ilyen viszont kilehelte a lelkét rendesen. Nem is fontos, hogy nekünk a kiárat, nem is tudom, hogy ki lehet-e menni. Nem lehet, hogy elállja az utat ez az óriási tömb. Ilyen holttestét kéne megvizsgálnunk, és hát ugye tudjuk, hol ez a terem, természetesen a játék másik végében körülbelül. Úgyhogy még egy kis kutyagolás következik, nézegethetitek a háttereket. Most tudom, visszatalálok-e oda, az hol volt? Na majd mindjárt meglássuk. Aztán ott is menni kell azon a hídon. Itt még fönn nem voltunk egyébként, hát akkor nézzük meg, ha már itt vagyunk, hogy mi van arra felé. Egy új terep. Erre is visz valahova. Ja, aha, hogy innen jöttünk le. Ezt nem mentünk tovább. Ez lehet, hogy egy kicsit most begyorsította egyébként az utat. Talán levágtunk vele valamit. Na, a kezdetekhez kell menni, az a legelején volt az a forró kőkorongos. Igen, vissza. És akkor vagy a középsőbe, vagy ide, mindjárt megnézzük. Középső szerintem. Nem. Akkor ide, azt nézzük meg. Igen, igen, az lehet. Hát azért sok a terep ahhoz, hogy kapásban minden beugorjon. Aha, igen, mondta, hogy a hídon átmegyünk. És akkor itt le kell esnünk, igen. Újra. Át a földön. Phew,
És akkor itt ugye a lift mellett volt. Lift idézőjelbe. Igen. Szóval azért mondom, hogy sikerült, holy hogy... cow! It's Ian! He may have been an arrogant double-crossed piece of scum, but he didn't deserve to end up like this. Hát kell tenni mindenen. Jó, lássuk akkor, mi van nála. That lying cheat. He didn't have the crystal skull at all. The only thing I found was a strange piece of rock. Everything else was flattened. Hát természetesen nem volt nála. Of course, hát tudtuk, hogy nincs nála. Látszott, hogy hebeget, habogott. Viszont volt nála egy érdekesség, egy szikladarab, ami annak a másik kőfaragványnak, ami ugyanál a másik szintén katonánál volt, úgy tűnik a párja, úgyhogy ragasszuk őket össze. Itt is van mellette. A trutymóval, ugye mennyi mindenre jó. Így, né. Csak nem tudjuk hol. Aha, itt van. Na, íme itt van a kőkulcs lett belőle. Ez lett neki a sorsa. Jó, hát akkor mehetünk vissza. Igen, megint vissza kell mennünk. Mindegy, megpróbálok a gyorsabbik úton. Itt alapvetően a liftet kell használni. Na, most láthatod, megint elkapta a sityikáját. Whoa, what a trip! Vissza a vízeséshez. Nem rövidebb, ugyanúgy egy plusz egy képernyő, talán hosszabb is, mert végig kellett menni fent. Ez csak egyszer egy másik irány. Na, de itt vagyunk már. És akkor most menjünk bele a jobb oldaliba. Igen, itt jöttünk el. Itt vagyunk egy nagy teremben, közepén egy szobor, benne egy luk. Nekünk meg van egy kőkulcsunk, ami konkrétan ugyanúgy néz ki, mint ez a szobor, miniben. Rakjuk bele. It fits. Uh-oh, I think it's gonna explode. There's a staircase leading to a room below. Jelzett a szobor, hogy menj a közeléből, mert különben itt lecsusszansz. Így viszont simán lemehetünk ezen a kijáraton. Lejáraton. Na, például ezt a hátteret, illetve képernyőt csak azért animálták meg ide, a grafikailag, mert szép. A haszna nincs, csak is át kell menni. De azért mondom, hogy érdemes megállni egy picit és így körbenézni. Nem is nagyon tudok mire nézni. Nincs csekkolható terep. Akkor egyszerűen csak gyönyörködjünk benne. 3, 2, 1, mehetünk tovább. Hopszi! Itt pedig egy elég mocsok labirintus indul, lehet kóvályogni, nagyjából majdnem minden terepen, ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lehetséges irány van, és hát elég sok kettős kereszt látható, vagy található, de hát mi nem akarunk vakon kóvályogni, és soha ki nem kecmeregni belőle, úgyhogy erre mutatom, hogy hogy lehet innen egyszerűen tovább jutni. Itt van ugye a dinó patkányunk, aki most nagyon-nagyon hasznos lesz, de csak abban az esetben,
ha fölvettük, ugye ott a bőrgatyagyár konyhájában a chipset, illetve ezeket a sajtmorzsákat a magyar szöveg szerint, amennyiben ezt nem vettük fel, ugye most már visszamenni innen nem nagyon tudunk, úgyhogy rácseszés esetének fennforgása, mert akkor tényleg csak így vakon menni kell, aztán addig talán kijutsz oda, ahol akarsz. Viszont mivel ez itt van nálunk, ezért könnyebb a dolgunk, adjuk oda, adjunk belőle neki a dino patkánynak. I'm not feeling that hungry. Nem mi esszük meg, hanem ad. Így van, parancs. Hey there, little fella. I've got a snack for you. És ő elmegy egy bizonyos irányba, természetesen kövessük. Mindig adnunk kell neki egy ilyen chipset, és követni arra, merre megy. Ennyi a feladat. Ennél távolabb se tudtál volna menni. Gyere, kapd be még egyet. Szóval látjátok, igen, ez kicsit szerte ágazó. Azt hiszem az irány mindig ugyanaz, úgyhogy ha valaki megjegyzi, akkor utána nem is kell adnia, itt van, ennyi volt. Utána nem is kell akkor adnia a patkánynak, hanem egyszerűen csak ebbe az irányokba megy. Most megjegyezhettétek. Jó, itt még nem tudunk mit csinálni, menjünk tovább itt az ajtón. Látunk ilyen mozaikot, ilyen hieroglifa szerűségeket, vagy hát ilyen jeleket, inkább fogalmazzunk úgy. Viszont elég poros. Viszont van nekünk, ugye, egy porszívónk. Használjuk. Eközben a lezuhanás helyszínén. I wonder if Joe is okay. I hope he hasn't fallen foul of some horrible death trap. There, that's much better. Na, itt még egy kis puzzle, egy kis rejtély. Kicsit ilyen bogarászós cuccot kell megoldani. A következő a játék. Itt láthatunk ugye 4x4 jelet. Itt viszont 5x5-öt. Tehát itt 20, itt meg 25 van. Következőt kell csinálni. Meg kell nézni, hogy ezekből a jelekből megtalálhatók-e itt. Illetve melyik az az egy, pontosabban, amelyik itt nincs. És hát lehet, hogy nem feltétlenül úgy van a jel, ahogy itt látható, hanem tükör képe annak, vagy szóval elforgatva. És végig kell menni. Például, tehát úgy, hogy itt van ez a jel, ez itt van. Ez mondjuk így konkrétan ugyanúgy néz ki, vagy itt van ez, ez meg itt van, de hát ez bárhogy forgatom nagyjából ugyanúgy néz neki. Itt van ez az LH-szerű jel. Ez például itt van, ez is szintén hasonló, vagy hát ugyanúgy néz ki. Lássuk ezt a majdnem horog keresztet. Természetesen ti már biztos látjátok, én szerencsétlenekkel, de ja, itt van. Itt van, ezt se kellett elforgatni. Aztán megyünk tovább. Hát, hogy ennyi igazából, meg kell keresnünk a jeleket.
ez itt van, ez itt mellette, ez a két pöttyös itt van, nagyjából olyan a kerek, mint a falon, ez itt van, IE, ez itt, ez a két zárójel itt van, ez a NI, ez a NI, hát én ezt a NIT, ezt nem látom. Ja, de itt van. Nini, itt van. Itt van ez. Ez meg itt. Már csak három van hátra. Hát én ezt úgy annyira... Mert ugye ebből ezt egy kapásból látom, hogy itt van. Ez pedig itt. Úgyhogy akkor ez. Ha jól látom, akkor ez itt nincs. Úgyhogy akkor ezt a jelet nyomjuk be. The patterns have changed. Megjelent egy új mintázat, ugyanez a feladat. Ez nem változott, úgyhogy ha valaki megjegyezte, akkor már tudja, hogy mely jelek vannak. A két pöttyös például ugye kapásból itt van. Ez egy új jel, de ez itt van. A NIT ugye megtaláltuk, ahogy ezt is, aztán van nekünk egy ilyenünk, ami itt van, szintén nem volt ez sem, de ez itt van, ez volt, ugye itt, ez az IE ráfordítva, vagy hát így elfektetve, ez itt van, a négyzet itt, hát az ilyen itt van, de tükörkép. Nem tudom, hogy azt számít-e, mindjárt megnézzük. Lehet, hogy tényleg csak úgy van fönn, ahogy az alsó részen is, és ez számít. Mert hogy ez... No, ezt látjátok, oké. Na, mert én nem. Hát, hülye vagyok én? Ja, persze, itt van, csak az orromat, szememet szúrja ki. Te nem érdekes. Ezt ugye megtaláltuk. Az LH is ugye itt van, ez meg itt. Hát akkor marad az EI fordítva. Akkor tényleg úgy kell nézni, ahogy konkrétan a Földön szerepelnek. Nyomjuk meg akkor ezt a tükörképes EI-t. Hey, I opened the door. Sometimes I amaze even myself. Sikerült. Igen, akkor ez volt. Akkor mindig ezt a kettőt kell benyomni. Esetleg egy idő után elfelejtitek, akkor újra lehet így szórakozni, mint ahogy én tettem. Mehetünk tovább. Maradjuk ezek a figurák, ugye? You again. I didn't think that you would make it this far. I'm impressed. Look, I'm really happy for you. But where's the skull? It is within your grasp. But first, you must give me the key. Key? What key? The key to your lineage. You are the successor to the royal house of Almaxaquatl, are you not? Szóval, hogy mi Almaxaquatlok vagyunk, ez nem jó válasz, mert valahogy el kéne hitetni vele, hogy mi is Almaxaquatlok vagyunk. Úgyhogy hát persze. Of course. I'm Joe Almaxaquatl, Prince Vahaya. Very good. Give me your key and the skull will be yours. Egy kulcsot kell neki adni, amivel bizonyítjuk, hogy Almaxaquatlok vagyunk, és hát ugye mi lehet jobb kulcs, mint hogy egy vérbeli Almaxaquatl herceg, ugye, akiért a zombinők oda voltak, illetve most már nem annyira, mert ott hagyta őket, annak a koronája, ugye fölvettük a szarkofágból, íme, úgyhogy ezt adjuk oda a hologram nőcinek. I've got the key to my lineage right here. Yes, and what might that key be? It's the crown that's been in my family for hundreds of years.
Ah, the Royal Almaxaquatl headpiece. That's the one. Here. Oops, sorry about that. Do not worry. You have proven that you are the heir. You are worthy to take the skull. Thanks. Neat. As a member of the Royal House of Almaxaquatl, I trust that you know what you are doing. Now I must leave. Itt a kristálykoponya. Kapjuk fel. At last, I found it. I just hope I'm doing the right thing. Hey, the power's gone off. Doom hangok. Egyrészt, másrészt, hát ugye az azért ez egy korábbi cuccmák, mint Indiana Jones és a kristálykoponya királysága. Nem tudom, hogy mennyire volt a forgatókönyvírók szeme előtt ez a Flight of the Amazon Queen, ami ugye alapvetően sok Indiana Jones utalást tartalmaz, és hogy esetleg a kristálykoponyát innen vették el, hogy hát ez sokkal korábbi, mint a 2008-as film. Nem tudjuk, majd lehet, hogy utána ezek a Google-on van erre bármiféle utalás. Persze simán lehet, hogy csak véletlenszerű dolgokról van szó, hiszen elvileg egy lehet, hogy létező dolog is volt a kristálykoponya. Na mindegy. Menjünk akkor vissza. Most, hogy megszereztük a fő kincset, vissza az előző terembe. Ide, ide. Jöjjünk ide föl. Látunk két fali panelt, ezeket nyomjuk meg. És a másikat is. Doom! Looks like I've activated something. Egy trón szállt le a magasból. Hát, csücsenjünk be rá, lássuk mi lesz. Mi bajunk lehet? Well, here goes nothing. It looks like Mr. King has found his way out. Greetings, Mr. King. Ouch! Congratulations on your success. I got the skull. Now you can let the Amazons go free. I don't think so. I'd like you to come with me. Később a Flöda börtönben. Great! I'm locked up again! Hello, King. You double-crossing fiend! Let me out of here! I can't do that. You would interfere with my plans. But thanks to you, the shield surrounding the valley is off. Okay. Now I have access to all the dinosaurs within. Have you released the Amazons yet? Not yet, but I soon will, once they have been transformed. That's Sammy. What do you mean, transformed? All will be revealed soon enough. Mi már tudjuk, ugye? What are you gonna do with me? Don't fret, Mr. King. I won't waste your life. Needlessly. Once I return with fresh dinosaur samples, you'll be the first to be transformed. Why on earth do you need more dinosaurs? The answer is quite simple, Mr. King. Do you know what DNA is? Nemzeti Diglesiás Követség.
Na legyünk pepecek. Deoxyribonucleic acid. It's found in chromosomes. Very impressive. As you know, DNA contains the genetic makeup of all living organisms. Change the DNA and you change the organism. You're not mixing dinosaur DNA with human DNA, are ya? I'm afraid so, Mr. King. And with pleasing results, too. Soon, I will have an army of dinosaur soldiers at my command! I'll do whatever I can to stop ya once I get out of here. How noble of you. Maybe you should try banging your head against the bars to loosen them. Or you could use your knife to dig your way out. Your sarcasm will be your undoing. I'd really love to stay and talk, but I have a lost valley of dinosaurs to plunder. Perhaps we can continue our conversation when I return. Farewell, King. I'm really beginning to feel like Harry Houdini. Na, kijutottunk a templomból, megszereztük a kristálykoponyát, de a Cseberből Vederbe, itt vagyunk a börtönben. Úgyhogy innen kéne valamit kezdeni, és hát természetesen Dr. Ironstein mocskos terveit megakadályozni. Úgyhogy igen, köszönöm szépen a figyelmet a 6. epizódnál, folytatjuk nem sokára Joe King-el, lássuk, hogy tudunk innen megszökni, és mi következik még. Várok mindenkit vissza, sok szeretettel, legyetek jók, sziasztok!